Ebben a távfűtéses lakásban nyitva van az ablak, így csökkentik a belső hőmérsékletet lehetne máshogy is, hiszen a nyírtávhő szolgáltatása a legkorszerűbb technológiákkal, okos méréssel és egyénileg szabályozható fűtéssel, illetve költségmérővel működik. Nyíregyházán mintegy 16 ezer lakást és közel ezer intézményt fűtenek távhővel, amelyel országos viszonylatban a 9. helyen áll a megyeszékhely. Mivel a tartósan tavaszias időjárás egyelőre várat magára, sokan még májusban is fűtenek, így a fűtési időszak tovább tart egy hónappal, sőt, hamarabb is kezdődik. Azt látjuk, hogy minden globális felmelegedésről beszélünk, egy picit azért az évszakokig kezdenek összemosódni. Mint hogyha a tavasz és az ősz eltűnt volna, és egyből fűtünk már szeptemberbe, és hát, ahogy a tendencia ezt mutatja, én már öt éve, még május végig fűtjük, sőt az elmúlt időszakban, még június első hetében is volt, amikor fűtöttünk. Az idei tél a tavainál egy fokkal még hidegebb volt, és bár nagy szélsőségek nem voltak, a szolgáltatást jelenleg is fenn kell tartani. Azt mondhatjuk, hogy a fűtési idény akkor szokott véget érni, amikor néhány napon, legalább három napon keresztül 13-14 fok az átlag hőmérséklet. Még ez most messze alatta van, hiszen az elmúlt napokban ilyen 8-9-10 fokok voltak, és ahogy az előrejelzés látjuk, ez az idején se fog másképp lenni, tehát amit most látunk két hetet, feltehetően marad a fűtés, fűtés, a lakásokban, Egyébként pedig a fogyasztóink valójában nem mondták le. Összesen két épület van, mintegy 200 lakás, az egyik a Jósa városban, a másik pedig az Örökösföldön, ahol már nem élnek ezzel a szolgáltatással, illetőleg 15 olyan közület, ezek ABC ruházak, ahol más hely, helyről van a hőnyereség. A nyírtávhő statisztikái szerint lakásonként éves szinten mintegy 120 ezer forint értékű energiát használnak nyíregyházán, ami országos szinten az egyik legtakarékosabb energiafelhasználást jelenti. A 120 ezer forintos éves átlagköltség azonban nem csak a korszerű technikának, de a rezsicsökkentett hatósági árnak is köszönhető.